Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a rendhagyó női bibliaóránkon. Amint látjátok, nem készítettem finom ovisteát nektek most, viszont készültem egy anyaggal, amit szeretném, hogyha együtt újra átnéznénk. Ebben a koronavírusos karanténos időszakban, hogy ha íme igen jó, azt írtam ki, hogyha Isten mindent jónak teremtett, akkor vajon miért vagyunk mégis ilyen helyzetben. Kezdjük el a teremtéstől, azért nem lesz olyan hosszú. Ugye Mózes első könyvében azt mondja Isten a teremtés, minden teremtési fázis után, hogy íme igen jó. Mikor megteremtette az eget és a földet, mikor a szárazföldet elválasztotta a vizektől, mikor megteremtette az állatokat, először a növényeket, aztán az állatokat, mindegyik után azt mondta, hogy íme igen jó. És ahogy látjátok, itt ugye Atya, Fiú, Szentlélek kapcsolatban volt a teremtővel, a teremtmény, az ember, és amit Isten mondott, azt az értelmén, érzelmén és az akaratán, a pszichén átszűrve megtette. És erre végig azt mondta Isten, hogy íme igen jó. Ez a normális rendje az életnek, felülről lefelé táplálkozva, eső is felülről lefelé esik. De hogyha most körülnézünk, és látjuk ezt a helyzetet, amiben élünk, és látjuk esetleg a körülöttünk lévő embereket is, nem tudjuk kimondani azt, hogy íme igen jó. De miért történt ez? Tudjuk, hogy Ádám, az első ember, akusztikusan is hallotta először az Isten hangját, hiszen egyszer megkérdezte Isten tőle, kicsit később, hogy hol vagy, Ádám. Tehát ilyen szoros kapcsolatban volt a teremtmény a teremtőjével. És valami történt ebben a kapcsolatban. Egy pillanat, visszajönnék még ide. Amit mondott a teremtő, azt az ember végig gondolta az értelmén, érzelmén és akaratán, és megcselekedte. És békessége volt az embernek. Menjünk tovább. Mi történt ebben? Isten lakóhelyet adott az embernek, és feladatot, hogy őrizze és művelje az édenkertet. Mitől kellett őrizni? Nyilván az ördög behatásától kellett őrizni, és az ördög meg is jelent, és ott támadott, és ma is ott támad, ahol az ember leggyengébb. Itt nem találtam másképpen, tudjuk, hogy mikor Évát megkísértette az ördög, mert hogy Isten azt mondta, hogy a kertnek egy fájáról ne egyenek, nem azt mondta, hogy egy fájáról se, egy fájáról ne egyenek, az ördög azonnal ott volt, hogy Évát megkísértse a jó és a gonosz tudásának a fájával, amit azt olvassuk a Bibliában, hogy igen kívánatos volt Évának, mert az ördög mindig ott támad bennünket, ahol a leggyengébbek vagyunk, a kívánságainkon keresztül, az érzésvilágunkon keresztül támad, és megkérdőjelezi, ez a nagy taktikája, hogy valóban azt mondta Isten? Valóban azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Ugye tudjuk, mert olvastuk az egymózásban, hogy azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyenek. De az ördög alkotni nem tud, de rombolni és megfordítani csak egy kicsit az Isten igazságot, úgyhogy pont az ellenkezője legyen a mi életünkre nézve is, és rossz színbe tüntesse fel az Istent. Ugye azt mondta, hogy valóban azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Úgy mutatta be Istent, mint aki mindent el akar tőlünk venni, pedig Isten, mikor azt mondja valamire, hogy ne, azt a mi védelmünkbe mondta, nem akarta, hogy megtudjuk, mi az, ami rossz, ami gonosz. És azt mondta az embernek, hogyha bizony nem haltok meg, hanem olyanok lesztek, mint Isten. Jónak és gonosznak a tudói, és valóban olyanok lettünk, mint Isten. Hát Isten kedvünk, az biztos.
úgy teszünk, mintha mi lennénk az alkotó, és hogyha akarjuk, akkor a fiúnak született gyermekenket átoperáltatjuk lánynak, ha akarjuk, akkor megöljük a magzatot, mert azt gondoljuk, hogy Istenek vagyunk. De tudjuk, hogy ennek súlyos következménye lett. Isten azt mondta, ha eztek annak a gyümölcsé, a fának a gyümölcséből, a jó és a gonosz tudásán bizony meghaltok. Meghalt a kapcsolat Isten és az ember között. Látjátok, nincs kapcsolat. Honnan táplálkozik akkor az ember? Honnan? Ha Istennel már nincs kapcsolata, de megmaradt az értelme, érzelme és az akarata, akkor min keresztül táplálkozik? Amit lát, az hat vissza rá, és úgy cselekszik. És nézzük meg, hogy egy idő után Isten mit mondott erre. Tudjuk, hogy a Noé idejében az özönvíz az ember gonoszsága miatt következett be. Már az 1 Mózes 8-ban azt mondja Isten, hogy gonosz az ember szíve ifjúságától fogva. Az atya nem változott, a fiú nem változott, a Szentlélek Isten nem változott. Mi változott meg? A teremtő és a teremtmény közötti kapcsolat. Nincs kapcsolat közte. Megmaradt az értelmem, érzelmem és az akaratom. Máig is így születünk. De miután az édenkertből kiüzettünk, az utódok is az édenkerten kívül születtek. Tehát meghalt a kapcsolat Isten és az ember között. És az ember elkezdett alulról táplálkozni, pszichésen is. Mi táplál bennünket? Honnan veszük az ismereteinket? Hogy mi a jó és mi a rossz? Honnan veszük? Veszük az emberektől, ugye egészen kicsi korunkban szüleinktől, tanárainktól, stb. Barátainktól. Ugye azok tanítanak bennünket, aztán tanít a televízió és a számítógép is, akkor jobb esetben a könyvek is tanítanak. A természet, ami körülvesz bennünket. De hol van ebből Isten? Sehol nincs. És valóban így van, hogy gonosz az ember szíve ifjúságától fogva. Ha belenézünk a gondolatvilágunkba, sokszor jönnek olyan gondolatok, hogy magunk is megdöbbenünk rajta, hogy ezt én gondoltam. És hányszor az indulataink, érzékenységünk, sértődékenységünk, megbántottságunkból fakadóan cselekszünk, és lesznek olyanok az emberi kapcsolataink, amilyenek, nézzük meg. Csak körül kell nézni. Tényleg az ember nem tud jót cselekedni? Azt írja a Biblia, hogy nincsen, aki jót cselekedjen, nincsen csak egy is. Nincs. Most nézzük meg egy picit, hogy sokszor azt mondjuk, hogy dehogy nem, vannak jó emberek. Igen, emberi szinten, horizontálisan mondhatjuk, hogy jó, jobb, kevésbé jobb, de vertikálisan az Isten mérlegén megállva nincs olyan ember, aki az Isten akaratát cselekedni, hiszen nincs kapcsolatban az Istennel. Nézzük csak meg Józsefet. Ugye Józsefnek Mária volt a jegyese, és mikor megtudta, hogy Mária gyermeket vár, a szíve alatt az Úr Jézust hordozza, akkor mivel József egy jó ember volt, titokban el akarta bocsátani éjszaka, hogy nehogy megkövezzék, ugye, mert akkor megkövezés járt, hogyha azt gondolták, hogy valakire rábizonyították, hogy parázna. De tudjuk, hogy az Úr Jézus a Szentlélek által fogantatott. És József el is akarta bocsátani, mert ő egy jó ember volt, és jót akart cselekedni, nem akarta, hogy Mária szégyenben maradjon, és mégsem az Isten mérlegén ez mégsem jó cselekedet, hiszen éjszaka megjelent az Úr angyala álmába, és mondta, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert aki fogan benne, az a Szentlélektől van. Nem tudhatunk jót cselekedni. Azt az egy jót, amit döntésünkben meg kéne hozni, azt nem tudjuk, mert csak emberileg tudunk gondolkodni, de Isten akaratát nem ismerhetjük. Akkor mi a megoldás? Hogy akkor örök kárhozat és Isten nélküli lét, és szeretetlenség és gyűlölet? Nem.
Nem régen éltük át nagypénteket. Nem változott az ember szíve, gonosz az ember szíve ifjúságától fogva, de Isten megkönnyörült az emberen, és nem akarta, hogy Isten nélkül kárhozatba és bűnbe vesszen el, és így élje le az életét a saját feje után menve, és esetleg 80-90 évesen azt mondva, hogy elrontottam, bárcsak újra kezdhetném. Itt már láthatjuk, hogy a fiú, Jézus Krisztus nagypénteken odaadta az életét, ugye karácsonykor megszületett, 33 évig tanított, és itt volt a Földön, nagypénteken a mi bűneink miatt, miattunk, helyettünk és érettünk, az Atya igazságosságát kiszolgálva meghalt a kereszten, ami téged és engem kellett volna, hogy az Isten haragja sújtson, és újra kapcsolatot létesített Isten és ember között. És aki befogadta a fiút, befogadta az ő lelkét is, és most igazából jó döntéseket, csak ezt úgy hívjuk, hogy megtérés, újonnan születés, igazán jó döntéseket csak megtérés után lehet. Mert eddig csak a jó, vagy rossz és kevésbé rossz között tudtam dönteni igazából, mert nem tudtam az isteni akaratot az életemre, vagy a családom életére nézve, de most már, hogy kapcsolatban vagyok a Teremtőmmel, a Megváltómmal, ő vezethet engem a lelke által, vezethet az igéje által engem, és most már dönthetek, hogy az én cselekedeteimet átgondolva Isten akaratát teszem-e, ugye az értelmemmel, érzelmemmel, akaratommal felfogom, hogy mi az Isten akarata az én életemre nézve. Például, hogy a gonoszt jóval győzd meg, mondja az ige. Ezt egy világi ember, ez biztos, hogy nem fogja csinálni, a gonosz még nagyobb gonoszsággal próbálja kielégíteni, de az Istennek egészen más a mércéje, mint az ember mércéje, mert hogy az ember szíve önmagától gonosz, ifjúságától fogva. És a világ csak akkor fog megváltozni, hogyha én az Isten akaratát cselekedve átgondolom, hogy mit akar az Isten az én életemmel, és azt szerint cselekszem. És erre újra azt mondja Isten, hogy ímé, igen, jó. Tehát szükség nekünk újonnan születni, hogy egy új természet, a Krisztus természete megszülethessen bennünk. Hadd mondjak erre el nektek egy példát. Ez nem úgy van, hogy aki befogadta az Úr Jézust, az már többé csak az ő akaratát cselekszi, és tökéletes, korán sem. Mondom, megvan a választási lehetőségem, hogy a saját fejem után végzem az életemet, nyilván akkor mások lesznek a cselekedeteim, és mások lesznek a cselekedeteim következménye is, mint hogyha az Isten akaratát cselekszem. Most Józsué könyvét veszük, és a Bibliámban mindig be van írva, hogy amikor Isten engem megszólít, és most a Józsué 18, hogyha jól emlékszem, azt vettük, és bele van írva, hogy 1998 első hó 8-a. Isten nagyon indított, hogy végre kezdjek hozzá valamihez, végre mozduljak meg. Mi volt ez? Volt egy ismerősöm, aki egyedül élt, és egy picike kis szobakonyhás lakásban lakott. Nagyon nehéz gyerekkora volt, senkinek sem kívánom ezt a gyerekkort, és soha nem történt vele semmi olyan jó, amiből ilyen bizakodó és pozitív ember lehetett volna. Mindig csak azt várta, hogy mikor történik még rosszabb az életemben. És egy szobakonyhás lakásban lakott, egy külső körfolyoson volt a WC-je, és hát betegségei voltak, és elkezdtünk imádkozni. Isten adott egy gondolatot, hogy próbáljam meg a testvéreinket, a hívő testvéreinket megkérdezni, hogy nem gyűjtenénk-e ennek a testvérnek, hogy egy új lakásban lakhasson.
És Isten beindított, el is mentem az egyikhez, például egy nyugdíjas lelkészhez, akinek 6 gyereke volt, és azt mondta nekem, hogy 2 hónapja azért imádkozik, hogy mutassa meg neki az Úr, hogy ezt a 200 000 forintot, amit örökségben kapott, örökségül kapott, hogy hova adja. És most olyan boldog, hogy Isten megmutatta. És így odaadta 200 000 forintot. Mentem tovább a másik testvérhez, azt mondja, neki 50 000 forintot tudok adni. Mentem a harmadikhoz, 60 000 forintot tudok adni. És Isten így nyitogatta ki, mert neki fontos az az otthon is, ahol élünk, az a hely, hogy fontos neki, hogy ne szűkölködjön az övéi, ne szűkölködjenek. És akkor elkövetkezett az az idő, hogy meghirdettük a lakását. Úgy se fogják megvenni, senki nem fogja megvenni. Vagy ha megveszik, az egy bűnöző lesz. Ki nekem ma már abban a kerületben egy olyan lakás, amiben én lakom. És akkor imádkoztunk, feltettük a hirdetést, 2 nap múlva csöngettek, hogy akkor telefonon érdeklődtek, és nem egy bűnöző, egy Erdélyből ide telepedett férfi, és mondta, hogy szeretné megvenni, nem alkudozott, a lakást 1 hónapon belül el kellett hagyni. Igen ám, de még nem jött össze a pénz, amiért tudtunk volna egy másik lakást venni, és még kicsik voltak a gyerekeim, és mindig bementem a városba, néztünk egy-egy hirdetést, egy-egy lakást, de tényleg nagyon drágák voltak a lakások, és nagyon rossz minőségűek. És egyszer Isten adott egy ilyen gondolatot, hogy menjek be, és írjuk ki a 10 emeletes, ott a belvárosban valahol, a 10 emeletes házakra, hogy egy szobás lakást vennék. És erre mondom az illetőnek, hogy menj be, és odadom a papírt, ragasz ki, te ott laksz mellette, ő nem, vegyem tudomásul, hogy őt nem szereti az Isten, neki nem fog lakást adni, és mindenki körülöttem azt mondta, a hívő testvérek, hogy hagyjad, hát még azt mondja, hogy te vagy erőszakos, még azt mondja, hogy úgyse fog segíteni az Isten, hát akkor ne segítsen. De olvasom az igét, és az igében az volt, hogy menj és csináld, tedd, megáldalak, megsegítelek. Úgyhogy akkor, mikor miután mondtam, hogy menjen és ragaszta ki, hogy egy szobás lakást venne, nem volt hajlandó rá, fogtam és itt hagytam a 3 kis gyerekemet, beültem az autóba, bementem a városba, amitől ő persze 5 percre lakott gyalog, és kiragaszgattam, hogy egy szobás lakást vennék. És mire értem ki, kijöttem, férjem szólt, hogy telefonod volt, hogy valaki keresett, mert szeretné eladni a lakását. Hívom az illetőt, hogy lesz lakásunk, csodálatos, holnap megyünk, és akkor 2 órakor találkozunk, és megnézzük a lakást. Nem megyek sehova, abban az házban én már megnéztem a 6. emeleten egy 27 négyzetméteres összkomfortos lakást, 2,8 millió nekünk, soha nem lesz annyi pénzünk, nem megyek el sehova. És akkor azt mondtam, hogy vagy most jössz velem, vagy abba hagyjuk az egészet. Úgyhogy akkor másnap 2 órakor találkoztunk, becsöngettünk egy 4. emeleti lakásba, ott egy teljesen jó állapotban lévő parkettás, világos, felújított lakás fogadott bennünket, és azt mondtuk, hogy nekünk nincs több pénzünk, 2,4 millió van. Ez egy 38, azt hiszem, vagy 39 négyzetméteres lakás, de hogy ennyi pénzünk van. És azt mondta, eladom ennyiért. Egy hét alatt. Fantasztikus volt. Azóta is ezen gondolkodunk, hogy Isten mekkora csodát tesz. Tehát ha emberi cselekedet alapján, ha csak emberekre hallgatva cselekszünk, nem tapasztaljuk meg azt a csodát, nem tudjuk azt cselekedni, ami Isten akarata, és nem tapasztaljuk meg azt a csodát, amit ő készített a számunkra. És sokszor úgy ítélkezünk egymás fölött, és ezért is mennek tönkre kapcsolatok, baráti kapcsolatok, gyülekezeti kapcsolatok, családi kapcsolatok, mert azt nézzük, hogy a másik hogyan viselkedik. Na de az Isten a bennem lévő gonoszságot az ő jóságával győzte meg.
akkor én nem tudom meggyőzni a másikban lévő rosszat az Isten jóságával. Mikor megtapasztaltam, hogy mennyire jó hozzám az Úr, én úgy akarok fizetni a másiknak, ahogy ő fizetett nekem. És sokszor ez jellemző a mai társadalmunkra. Menjünk tovább, nézzük meg. Tehát még egyszer nagyon fontos, hogy most van igazából döntési lehetőségünk, hogy az ige alapján, az Isten útmutatása alapján akarom-e, hiszen Jézus maga mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet. Tehát ha ő az út egy dologhoz, megcselekvéséhez, akkor nincs más út. Tehát egy célt el akarok érni, akkor azon az úton kell mennem, mert más úton nem fogom azt a célt elérni. Tehát ha ő az út, tőle kell kérnem tanácsot. Sajnos nem mindig megy ez, az ember tapasztalataira épít sokszor, barátokra hallgat, és elfelejti megkérdezni az Urat, és sokszor mondunk csődöt így. Menjünk tovább. Nézzük meg itt összefoglalva, miért jött a tolvaj, az ördög, a sátán, az ember pusztító. Azért jött, hogy öljön. Ez most micsoda? Ez micsoda most? A tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. János 10:10. Embergyilkos kezdettől fogva. Tudjuk, hogy a bűneset után jött be a félelem, hiszen elbújtak Ádámék. Tudjuk, hogy a felelősség áthárítás és a bűneset után jött be, mert azt mondta, mikor Isten számon kérte Ádámot, hogy hol vagy, ugye a szégyen, elbújtunk, mert mesztelenek vagyunk, honnan tudod, ettél annak a fának a gyümölcséből, amelyikből mondtam, hogy ne egyetek? Nem én, az asszony, akit te mellém adtál, azonnal ment a felelősség áthárítás. Aztán utána az asszony hárította az ördögre tovább, és ez így ma is ismerjük ezt, ismerjük a félelmet, ismerjük a felelősség áthárítást, ismerjük az irigységet, Kain és Ábelre gondoljunk, a szégyenérzetet, a bujkálást, a titkokat, ismerjük a szeretetlenséget, az önzést, a gyűlöletet, ugye, és utána jött be a fájdalom és a halál. Az ördög azért jött, hogy pusztítson bennünket. Ő hiába sugall nekünk, hogy valóban azt mondta Isten, valóban jó az az Isten, aki megengedi, hogy koronavírus legyen. Valóban jó az az Isten, aki megengedi, hogy beteg legyen a testvérem, vagy én magam beteg legyek. Valóban jó az az Isten, aki megengedi, hogy munkanélkül maradja, mikor mennyi adósságunk van. Valóban jó az az Isten, megkérdőjelezi bennünk az Isten jóságát és szeretetét. És aztán a János 3.16-ban olvashatjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, és benne az én életemet, meg a te életedet, hogy az ő egyszülött fiát adta, az Úr Jézust, ott a Golgotai kereszten, hogyha hiszek benne, el ne veszek, ne kárhozatra menjen az életem, és így ne vakon kelljen kísérletezve végigélni az életemet, el ne veszek, hanem örök életem legyen. Én tudhatom, hogyha befejeződik ez a földi világ, nem fejeződik be az életem, hanem Isten az egyik kezéből áttesz a másik kezébe, és a vele való örök kapcsolatba lehetek. Ő a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja az ő juhaiért. Jó öt naponta segítségül hívni. Mit mond az Úr Jézus, miért jött? Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Neki tetszett az, hogy annak a hívő testvéremnek összkomfortos lakása legyen, és ne kint legyen a folyosó másik végén, közös vécé a nem tudom, 3-4 lakóval még. Mert ő azt szeretné, ő azért jött, hogy bőségben éljünk, hogy a hiányainkat kipótolja, hogy a szívünk állapotát megváltoztassa, hogy egy boldog, békés életet éljünk. Én vagyok a jó pásztor, ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyémet. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért, juhaiért. Még egy
dolgot szeretnék, ha már nagyon sok hosszú idő, hogy azért nézzük meg ennek a bűnnek a négy fajtáját, mert sokan azt mondják, hogy én nem vagyok vétkes. Bűnt követhetünk el gondolattal. Azt mondom, hogy de hát miért ezt csak gondolom. Ki ellen vétek? Csak a gondolatból lesznek a szavakból lesznek a cselekedetek. És tudjuk, hogy megítéli a szív gondolatait is az Úr. Mondhatom azt, hogy én nem tettek róla, hogy ilyen gondolataim vannak, de tehetek róla. Luther mondta, hogy azt nem akadályozhatom meg, hogy egy madár elrepüljön a fejem fölött, de azt, hogy fészket rakjon, azt megakadályozhatom. Nagyon fontos, mert minden a gondolatnál kezdődik, hogy mit engedek meg magamnak gondolatban. Aztán szóval, ugye nyitott sírhoz hasonlítja a nyelvünket, a torkunkat, kígyó méreg van az ajkunkon, ezt ugye tapasztaljuk, hogy hányszor, mikor egymás háta mögött beszélünk, kibeszéljük a másikat, aki éppen nincs jelen, és akkor lehet, mikor az igazságomat ordítva mondom el. Aztán lehet nem csak gondolattal szóval, hanem cselekedettel is. Ezt is ismerjük. És amire nem szoktunk gondolni a negyedikre, hogy mulasztással. Mindenki vétkezik. Mulasztással biztos, hogy mindenki. Mert nem vagyok kapcsolatban Istennel, nem tudom, hogy mi az akarata az életemre nézve. Miért adta ezt a koronavírusos helyzetet? Mit akar ezzel az én életemben? Mit akar nekem mondani? Olyan jó lenne, hogyha ebben az időszakban vannak, akik nem tudnak elmenni dolgozni, mert vagy elvesztették a munkájukat, vagy otthon vannak, és otthonról dolgoznak, hogy sokkal több időnk van elcsendesedni. Annyi ige hirdetést hallgathatunk interneten keresztül, amennyit csak akarunk. Vajon van-e elég alázat a szívünkben, hogy elfogadjuk az Isten igéjét, az Isten igének a magyarázatát? Vajon meg tudunk-e állni, hogy Isten megszólítson bennünket az igén keresztül, és valami egy egészen új kezdődhessen el az én életemben és rajtam keresztül esetleg a családom életében? Nagyon fontos, hogy hogyan kaphatom meg azt a békességet, amire azt mondja Jézus, hogy ez a minden értelmet felülhaladó békesség. Hogy meglátom, hogy az én vétkem, az vétek volt tényleg. Nem mondom azt, hogy felelősség áthárításként, hogy a másik volt, ő hibázott, hanem bevállalom, mi volt az én részem ebben. Meglátom, megbánom, mert ha azt mondom, hogy a másik sokkal nagyobbat vétkezett, az nem megbánás. Megvallom, bocsánatot kérek az Úrtól, hiszen ezért áll a kereszt, és elfogadom Jézus bocsánatát, mert azt mondja, akik megvallják bűneiket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneiket, és megbocsánatot, tehát egy tiszta ember lehetek az ő számára, és aztán elhagyom és elfordulhatok tőle. Adja meg Isten, hogy itt a csendünkben egy kicsit tudjuk, hogy mit tett velünk az az Úr, aki ezt az egész mindenséget alkotta, és bennünket is, és hogy ha tudjuk kimondani arra, amire Isten azt mondja, hogy bűnnek az életünkben, és ne takargassuk. Olyan sokszor azt mondjuk, hogy hát de így van a világban, együtt élnek a fiatalok, hát mindenki így csinálja, és Isten azt mondja, bűn. Azt mondja, Isten egy férfit és egy nőt teremtette egymásnak. Nem két férfit és két nőt. Isten ezt utálja. Azt mondja, erre bűn. Merjük-e mi is kimondani, hogy bűn? Még azt is fölvállalva úgy is, hogy nem leszünk kedvesek az emberek előtt. Még hogyha a másik állandóan csak kritizál, merem-e mondani neki, hogy ez nem kedves az Isten szemébe. Amilyen mértékkel mérsz, olyannal fognak neked mérni. Én hálás vagyok érte, hogy nagyon sok a családomban, sokan vannak, akik erre figyelmeztetnek engem, és köszönöm nekik ezt. Merem-e ezeket fölvállalni? Merek-e tényleg az Isten mérlegén megállva élni az életemet? Adja Isten, hogy így legyen, és
gondolkodjunk el rajta. Köszönöm, hogy velem voltatok.